Vágyott már arra, hogy egy időgépbe ővet tisztállással jövőt? Hogy tudja, mit kell most tennie, és mit kell elkerülnie ahhoz, hogy hosszú távon elégedett és sikeres legyen mind szakmailag, mind a magánéletében. Gondolt már arra, hogy jelenbeli döntései milyen hatással lesznek jövőbeli kilátásaira? Ha igennel válaszol ezekre a kérdésekre, akkor jó helyen van. Ez itt a Future Talks, a Trade Magazine Business podcastja, én pedig Krizsó Szilvia vagyok. Műsorunkban ismert és elismert üzletemberekkel, tudósokkal és szakértőkkel hozzuk közelebb a jövőt. Tartson velünk! A Future Talks vendéges Tegerwald Krisztián generációs szakértő. Szia Krisztián, örülök, hogy itt vagy. Szia, én is köszöntöm a nézőket. Nagyon-nagyon sokszor halljuk azt a kifejezést, hogy bezzeg a mi időnkben, és ettől az átlag embernek így rögtön felmegy az agyvize, ha ezt neki mondják, de szerintem egy generációs kutatásokkal foglalkozó szakembernek ez szinte zene a füleinek, vagy? Azért zene a füleimnek, mert mindig helyre szoktam igazítani, hogy ez két különböző dolog, mert az életkori kategória, meg a generációhoz való tartozás, az két külön doboz. Hogyha én életkorról beszélnék, akkor nem generációs szakértőnek hívnának, hanem életkor szakértőnek. A generációhoz való tartozás az egy élménygyűjtemény, egy tapasztalati gyűjtemény. Azt jelenti, hogy amikor születtél, abban az időszakban milyen volt a földi valóság. És ez mindenkinek más. Aki 1950-ben született, aki 1980-ban született, vagy aki 2010-ben született. Az én generációmat úgy hívják, hogy X generáció. X generációs voltam akkor is, amikor megszülettem, és akkor viszonylag fiatal voltam. Most már régebb óta vagyok fiatal, de most is X. Ez időt végezettük, mert én is X vagyok, tehát mi mindig is fiatalok. Főleg, hogyha valaki statisztikával foglalkozik, mindig átírja, hogy meddig tart a fiatal, akkor most is X-esek vagyunk, akkor ennek megfelelően 40 év múlva még már nem leszünk annyira nagyon-nagyon fiatalok, de akkor is X-esek leszünk. Tehát a generációhoz való tartozás, annak semmi köze ahhoz, hogy hány évesek vagyunk, mert az belénk van kódolva évezredek óta, hogy ez a bezzeg a mi időnkben az mindig jobb volt, mint az utánunk következő időszakban. De értelemszerűen a hozzánk képest öregeknek is sokkal jobb volt az akkori bezzeg a mi időnkben, mint amikor mi vagyunk fiatalok. Tehát, hogy ez, hogy életkor alapján valamit meg akarunk különböztetni, ez az ember sajátja. Amivel én foglalkozom, vagy amivel a generációs kutatás, generációs szakértés foglalkozik, az az, hogy a jelenleg élő hat generációnak milyen más földi valóságot bemutató szemüvege van, mert ez alapján látjuk másképpen a jelent. Ha így ezen gyorsan vissza, vagy végigmegyünk ezen a hat generáción, akkor azért mégiscsak ragaszkodnék egy kicsit a bezzeg a mi időnkhöz, és hogy akkor nem életkor szerinti megkülönböztetésben, de hogy mégis mit tud mondani mondjuk a veterán, a baby boomer, az XY, Z, meg most már az alfa. Mit tud mondani alatt, mit értesz? Tehát mire tud hivatkozni, hogy az ő idejében, tehát mi az a közös élmény, ami alapján mondjuk beazonosítja magát a veteránokhoz tartozó generáció, aztán a baby boomeret, stb. Azért összetett ez a kérdés, amit most feltettél, mert olyan mértékű kultúraváltás történt az elmúlt 60-70 évben, olyan mélységű és olyan mennyiségű kultúraváltás történt, aminek a szemtanúi és átélői vagyunk, tehát nem arról tudok beszélni, hogy na, ez a folyamat 1500-ban mi volt, és most 2020-ban micsoda, hanem hogy majdnem, hogy évtizedenként, vagy most már évenként történnek kultúraváltások, és ezek drasztikus mértékűek. Tehát a veteránok, ugye az 1945 előtt születetteket hívjuk veterán generációnak, ők egy olyan időszakban születtek, amikor a gyerekkorukban, vagy a születésük pillanatában háború volt. Soha senkinek, hála a jó Istennek Magyarországon nem kellett átélnie azt, hogy háborúban volt gyerek. Tehát hogy nyilvánvaló az ő gyerekkoruk egy olyan bizonytalansági faktor, egy olyan világháborúban gyereknek lenni, az nagyon bizonytalan, tehát ezt aláírhatjuk. Tehát az ő életüket végig kísérje a bizonytalanságra adott válaszreakció, az pedig a biztonságnak a keresése. Nincs még egy olyan generáció, aki ennyire keresné a biztonságot. 1946-64 között születettek hívjuk baby boomereknek. A baby boomerek már meg akarták változtatni a világot, ugye egy kommunista Magyarországon ez nem volt annyira egyszerű, de itt is volt társdalfesztivál, meg világifjúsági találkozó, meg mindenfajta ilyen dolog. Tehát meg akarják változtatni a világot, de még nagyon poroszosan, hierarchikusan, nagyon tisztelettudóan, de már tegezve, tehát már egy kicsit engedték a gyeplőt ki a kezükből, és ennek megfelelően ők egy nagyon erőteljesen poroszos, hierarchikus, tiszteleten alapuló, de nagyon erősen feladatorientált generáció. Ők eskeresik, hogy ma a mai fiatalok miért nem tudnak tiszteletteljesen köszönni például, az egy nagyon visszatérő baby boomeres történet.
Ez még engem is érdekel, nem, engem is idegesít, pedig én nem baby boomer vagyok, hogyha nem tudnak normálisan köszönni, tehát hogy ez... Most, hogyha egyet ugrunk, vagy kettőt ugrunk ugye előre, hogy szoktál-e csetelni? A csetel mit értek, az SMS, vagy pedig a számítógépen keresztül csetelés? Hát néha nagyon-nagyon ritkán. Ez egy cuki boomeres kérdésnek igen. Hívnák a fiatalok, hogyha valaki azt mondja a csetelést, hogy SMS-ezni. Nem, az SMS-ezés az nagyon távol a cseteléstől. Ugye a chat alapú beszélgetés az az, hogy valamilyen social media platformon folyamatosan zajlik egy beszélgetés. Ugye a csetelésnek klasszikusan nincs eleje és nincs vége. Nem térben és időben zajlik, hanem én írok neked egy üzenetet, és amikor te elolvasod valamikor aznap, vagy két nap múlva, vagy három nap múlva, akkor majd válaszolsz, és akkor én is válaszolok, és így zajlik a beszélgetés, de ennek nincs eleje és nincs vége. Tehát nem tudom, mikor azt mondani, hogy ma most elköszönök tőled, vagy mikor köszönök be. Ja, és ezért nem és kialakul egy olyan folyamat egy generációba, ahol nagyon erőteljesen a kommunikáció chat alapú, hogy nem a köszönés a beszélgetés elindítója, vagy nem a köszönés a tiszteletnek a jele, hanem valami nagyon más, és utána ezt kéne bevinni az offline térbe, hogy akkor ő most miért is köszönne bárkinek, mindenkinek, mert azért, mert minket erre tanítottak, mert térben és időben éltünk. Mert bementél valahova, ott kezdődött az a történet, ők meg nem ebben élnek. Tehát mindennek megvan az oka, és mindennek megvan az ilyen logikus magyarázata. Na jövünk mi az X-esek, 1965-79 között születettek. Ez egy olyan generáció, ami nagyon erőteljesen a műszaki dolgok köré szocializálódik, ugye hívjuk kütyüknek, mert hogy a 60-as évek közepe az a 20. századi ipari forradalom, megjelenik a televízió, ugye 57. május 1-től, de azért tömegével olyan a 70-es évektől kezdődően jelenik meg, a lemezjátszó, aztán a kazetta, a kazettás magnó, Walkman, és utána aztán jönnek a kvarcjáték, kvarcóra, meg mindenfajta egyéb dolog, de azért a gyerekkorunk az stencilezőgép mellett zajlott, most meg streamingelünk, meg podcastolunk, meg mindenfajta ilyen dolgot csinálunk. Tehát az egész életünket végig kísérte a változás, a bizonytalanság. És ezért egy nagyon erőteljesen keresjük ezt a bizonytalanság biztonságát. És egy rendes X-es akkor is változtatni akar, hogyha semmi nem indokolja, hogy neki változnia kellene. De ugye szeretjük azt, hogy valamit megváltoztatunk, és akkor gyorsan cseréljünk széket, mert akkor teljesen más lesz ez a stúdió felvétel is, mert ez olyan jó. És azért így keressük ezt, hogy egy cégen belül is mikor tudunk megváltoztatni egy szervezeti kultúrát, egy rendszert, vagy bármilyen egyéb dolgokat. Utánunk jönnek az Y-osok, 1980-1994. A világ kultúra váltása... Bocsáss meg csak, mert mindig kihagysz valamit, tehát ugye a 79-ig, és akkor van a 80-tól, tehát akkor még 31. a 79-ig, tehát mondjuk például, hogyha a veteránokhoz megyünk, aki 45-ben született, tehát ugye nem 45 előtt, de nem is 46-ban, akkor ő... 45-30-46 január 1. Tehát, azért érdekes, meg fontos kérdés, amit feltettél, mert ugye az alapvetően az, hogy egy generációhoz való tartozás, az nem azt jelenti, hogy strikten akkor, ha ekkor születtél, 45. december 31, akkor még veterán vagy, de ha 5 perccel később születtél volna, akkor már baby boomer lennél. Ezek trendek, ezek folyamatok, amiket megélhetünk, hogyha abban az időszakban élünk. De hogy az emberi psziché az úgy épül fel, hogy az életünk első 7 éve az, ami körülbelül behúzalozódik, ugye plusz-minusz 1-2 év attól függően, de hogy az első 7 év, ami alapján a pszichénk behúzalozódik úgy, hogy a saját felfogásunk mi lesz a földi világról. És hogyha 45-ben született valaki, vagy 44-ben, akkor azt jelenti, hogy a veterán időszakban élt egy évet, de a baby boomer időszakban élt 6-ot. Tehát sokkal erőteljesebben hatnak rá a baby boomeres trendek vagy tendenciák. És ez azért fontos az első 7 év, mert amit akkor tapasztalsz meg az életedben gyerekként, az lesz a számodra a kiinduló pont, és mindent ahhoz fogsz a későbbiekben viszonyítani. Tehát ha te is X-es vagy, akkor például a mi média alapélményünk, generációs alapélményünk az, hogy hétfőn nincs televízióadás. Na ehhez képest, ami van, az egy bődületesen nagy fejlődés, nem? Tehát, hogyha összehasonlítjuk ahhoz, hogy volt egy darab csatorna a 70-es években, aztán utána már lett kettő, és hogy hétfőn diavetítőztünk, meg kártyáztunk, meg akármi, mert nem volt tévéműsor, de ez tök természetes volt. Emlékszem, utáltam a hétfőget, mondva, hogy nincs tévé. Igen, nem köpött igen, a maci, és hogy ez mennyire hiányzott nekem. És amikor igen. Az 5,5 éves kislányomnak mondom, hogy apának hétfőn nem volt tévéadás, bezzeg neked, akkor ő tök ártatlanul megkérdezi, hogy apa, akkor mit néztetek YouTube-ot? Mert hogy az ő földi valósága viszont az, hogy amikor megszületett ezen a bolygón, minden volt, ami a szórakoztatáshoz, az élménybegyűjtéséhez kell. És nem ő hozta magával, itt várta ezen a bolygón. Tehát az mindenkinek a földi valósága az, ahogy megszületik, hogy mi van itt a földön. És hiába mondom azt neki, hogy 30-40 évvel ezelőtt mi volt,
az ugyanolyan mese lesz, mint a Pepa Malac. Hát nem fogja tudni beépíteni a saját életébe. Hiába volt az én nagypapám, aki 1922-es születésű, 40-valahány éves, amikor először találkozott a televízióval. Én, amikor a 70-es években voltam gyerek, és volt televízió, én leültem szombat délelőtt, és néztem az Óvodások filmműsorát. Magilla Gorilla, meg a nem tudom én milyen műsorok voltak. És a papa teljesen ki volt borulva, hogy ebből a gyerekből soha nem lesz semmi, ennek kiég a szeme, kiég az agya, és így kifolyik a fülén az agya. Ugyanazt mondta, mint a most mondják a szülők a kütyüző gyerekekre. Mert nem ez a földi valóságunk. Nekünk, X-eseknek a gyerekkorunkban nem volt digitális tér. Kulcsos gyerekek voltunk, kint futottkározunk az utcán, még nem volt rákkeltő a nap, nem haltunk bele a kullancscsípésbe, tehát hogy egy teljesen más gyerekkorunk volt. De különben a mi gyerekeinknek, mert te is szóba hoztad a gyerekedet, és majd még kihagytuk, el ne felejtsük az Y-generációt, és majd még megyünk az Z-re, meg az alfára, de hogy a mi gyerekeink, legalábbis az én szemléletem alapján, ugye én X-esként vezettem őt végig az első 7 évemet, hát vezetem most is. Tehát az ő húzalozása akkor az létezik, hogy sokkal erősebb hatású az én X-es mi voltom, mert én nem adtam a kezébe egyébként, nem tudom, 2 évesen a mobiltelefont sem, meg... De látta, hogy neked van? Hát az igen. Tehát, hogy nem tudod kihúzni az alól, ami a földi valósága. Tehát attól, hogy nem adjuk a kezébe, attól még a szemén látja. Sőt, ugye most nekem nagyon sokszor azt mondják ilyen korai fejlesztők, amikor előadást tartok nekik, hogy attól, hogy az édesanyja például, amikor állapotos, és ugye itt csetel mondjuk a pocakján, akkor milyen elektroszmog kerül már a magzati korba, a magzat köré, tehát hogy már a születése előtt megérinti az a fajta változás, az a fajta alfás vagy z-generációs megatrend, ami miatt nem ugyanúgy fog születni, hogy mi születtünk mondjuk a 70-es, 60-as években, vagy a nagyszüleink születtek. Tehát, hogy megpróbálhatod X-esként nevelni, de attól még a makrokörnyezet az teljesen más. És nem tudod azt, vagy nagyon nagy akarat erő kell ahhoz, hogy az élete első 7 évében például hétfőnként megkapcsolod a tévét, hogy ugyanúgy is legyen egy adásszünete. De nagyon fontos, amit kérdeztél, mert nyilvánvalóan nem csak az alapján működik egy ember, hogy milyen generáció tagja. Nagyjából én azt mondom, hogy 3 dolog határoz meg minket, az egyik a személyiségünk, vagy a genetikánk, tehát ugye ez a születése, a fogantatásod pillanatában egyszerűen kódolódik, hogy milyen hajad lesz, hogy okos leszel, vagy buta, tehát minden ilyen dolog, ami a géntérképünkben megvan, az ott kódolódik, meg a személyiségi jegyeink, ez az egyik. A másik egyharmad, ez a amit te is említettél, hogy mit hoz a gyerek otthonról, anyutól, aputól, a mikrokörnyezettől mit kap, milyen gondolkodásmódot, hozzáállást az élethez, a szegénységhez, a gazdagsághoz, milyen üzeneteket kap, ez mind a kis családi körből jön. És a harmadik, ami befolyásol minket, ez a makrokörnyezet, ez a generációs hovatartozás, tehát a gyerekkorban, az élet első 7 évében milyen valóság, milyen földi kép fogadott minket, és ebből adódik össze. Tehát nem hiszem, hogy lehet olyat mondani, hogy akkor a 7 milliárd embert besoroljuk 6 kategóriába, még ugye a 12 horoszkóp egy is kérdéses, de az, hogy a 6 kategóriába be tudnánk sorolni, az így nem működik, ennél sokkal összetettebbek vagyunk. De ilyen általános alap történeteket, vagy alaptrendeket, ami az értékekhez, a fogalmakhoz hozzáköt minket, azt tudjuk a generációhoz kötni. Fussunk vissza az Y-ra, a Z-re, meg az alfára, hogy a közös élmény, hát az alfánál még ez a legkisebb, mert ugye arról még azért nagyon... Ott még kevés a tapasztalat, igen. Az Y 1980-94 vége. Megint mondom, hogy ez meg a trend, tehát, hogy nem az születetteknek a lényege, hogy meddig tartanak azok a trendek, amik ott történtek. Ami egy nagyon nagy kulturális váltás a Földön, hogy a baby boomerek óta elindult az, hogy én központúvá válik a világ, kezd válni a világ. Tom Wolf, azt hiszem a New York Times-ban hívta az első önző generációnak a baby boomereket, akikre azt mondták, hogy már elkezdtek saját magukkal foglalkozni, és emiatt a 80-as évektől kezdve mondjuk azt, hogy én központú lesz a világ. Ennek az egyik szimbóluma, hogy 79-ben fedezték fel a Walkman-t, még 80-tól kezdtek el forgalmazni. Ugye a Walkman az, ami individualizálja a zenehallgatását, hiszen bezárja a zenehallgatót, nem kell összejönni a többiekkel. Majd jön a selfie, meg mindenfajta olyan dolog, ami az egész társadalmat én központúvá teszi. Nekünk, idősebbeknek tanulni kell az én központú világot. Azok, akik ebbe beleszületnek, készként megkapják. Tehát az első én központú generáció az Y. És
ez borította fel a Billit, ez idegesítette az idősebb munkavállalókat, meg a munkaadókat, meg a főnököket, meg a tanárokat, hogy az első olyan generáció jelent meg, aki elkezdett azzal nagyon látványosan foglalkozni, hogy én vagyok az elsődleges, én vagyok a fontos, minden más másodlagos. Tehát ez egy ilyen bezeg a mi időnkben nem voltunk ennyire önzőek felkiáltás, ez az Y-oknál nagyon erősen visszajött. Igen, nagyon érdekes, hogy itt volt, hát már viszonylag régen Csányi Vilmos etológus, és ugye ő mondta azt, hogy vissza kéne térni a közösségekhez, mert ez az én központúság, hogyha a föld jövőjét nézzük, akkor ez egy nagyon veszélyes tendencia. Igen, de azt gondolom, hogy mint minden dolog, ami jól tud működni, ugye a föld egy duális világ, meg kell tapasztalni a ló egyik oldalát, meg a ló másik oldalát. Volt a nagyon erőteljesen egy ilyen közösségi történet, amiben az egyén nem tudta hova tenni saját magát, és szerintem ez a felelősségvállalásnak az egyik negatív oldala volt, és mondjuk a környezetszennyezéssel, vagy a háborúkkal azért nem foglalkozott az egyén, mert azt gondolta, hogy ez a közösség dolga. Most átestünk a ló másik oldalára, most nagyon én központúak vagyunk, a mindenfajta olyan social media platformmal és az internettel és minden egyéb, ami ezt segíti. Tehát az, amit szerintem itt most beszéltetek, vagy beszélhetünk, az, hogy ezután megtapasztaltuk mind a kettőt, találjuk meg azt, hogy lehet ráülni a lóra, hogy meg tudjuk menteni saját magunkat, meg a földet, meg minden egyebet. Szerintem ez kellett ez az én központúság. Tehát nincsenek véletlenek itt a földi világban az ilyen jellegű történetekben. De ami fontos még azon kívül, hogy én központúság, hogy az Y generáció az utolsó, amelynek minden egyes tagja egy olyan földre született, ahol nem volt internet. Tehát az ő alapszocializációjuk íráson és olvasáson történik. Ez azért fontos, mert az agy működését, az idegrendszer működését befolyásolja az, hogy gyerekkorban íráson, olvasáson szocializálódsz, vagy audiovizuális eszközökön szocializálódsz. És jönnek az ések 95-től 2009 végéig, az első olyan generáció, aki beleszületik a digitális térbe, de azért ők még nem digitális emberek, hiszen azért még nagyon gyerekcipőbe jár az internet. Tehát az ések gyerekkora az internet gyerekkora, a fiatal felnőttkora az internet fiatal felnőttkora, ők együtt nőttek fel, az igényeik tulajdonképpen együtt párhuzamosan növekedtek egymás mellett. Már az ő értékrendjük nagyon-nagyon más lett, tehát egy énközpontú világnak a gyerekei, ezért az egyén hasznossága nagyon fontos, a választás kényszere egy olyan történet, ami nagyon-nagyon erősen meghatározza az ő döntéseiket. Tehát most megint térjünk vissza a mi gyerekkorunkba. Milyen választási lehetőséged volt a 70-es években, hogyha mesét akartál nézni? Igen, hát, vagy nem? Igen. Ez a kettő. Abszolút, tehát 19-15, vagy ott voltál, vagy nem. Ma meg, hogyha a gyerekemtől megkérdezem, hogy akar a mesét nézni, akkor a nap bármely szakában, bárhol, bármilyen körülmények között, megkérdezem, hogy melyik csatornán, milyen mesét, tehát hogy választásra kényszerítem jó szándékból, szeretetből, de ez olyan szinten megváltoztatja az ő pszichéjét 7 éves kor alatt, hogy neki döntenie kell. Ugye egy gyerek biztonságát az szavatolja, hogyha a szülei döntenek helyette nagyon sok esetben. Ezt megváltoztattuk, és hogyha majd ők kikerülnek a munkaerő világába, vagy kikerülnek mondjuk az iskolába, ők folyamatosan azt érzik, hogy választaniuk kell. És az egy teljesen más karrierút, vagy egy teljesen más elképzelése a munkaerő világának, hogyha úgy megy be a munkába, hogy ő napi szinten azt keresi, hogy mi között tud választani akár a munkahelyen. És ez is egy Z-generációs megatrend. És akkor 2010 után jönnek az alfások, az alfa generáció, ahol a legidősebb tag is 10-11 éves, tehát még nagyon picik. Őrőlük ugye azt tudjuk, hogy az okos eszközök világába születtek bele. Egy nagyon erős befolyása az életükre az, hogy a Föld számukra egy behuzalozott bolygó, nincs magánéletük, a születésük pillanatában már van digitális történelmük, amit nem ők hoznak magukkal, hanem itt vár rájuk, belelökik őket egy olyan világba, amiről még nem tudjuk, hogy az mit jelent, nem digitális gyerekkor van, hanem digitális család van, digitális anyuval és digitális apuval, meg digitális nagyszülőkkel, de nincs hozzá forgatókönyv, nincs hozzá kressz, és most így keresgetjük, hogy na most ebből mi lesz. És mivel nem tudjuk, hogy mi lesz, ráfogjuk a gyerekekre, hogy ők a hibásak. És állandóan azt mondjuk, hogy a mai gyerekek folyamatosan nyomkodják a kütyüt. Miközben azért tegyük már hozzá, hogy az nem egyszer, nem kétszer látom azt, hogy tényleg már szinte csecsemőknek adja a szülő a kezébe a mobiltelefont. Az nem biztos, hogy feltétlen muszáj lenne. Nem lenne muszáj, de én azt gondolom, hogy 2021-ben nem is biztos, hogy ez baj, hogyha odaadja. Az már baj, hogyha ez egy digitális cumi lesz, és ez tulajdonképpen azért történik, hogy ne kelljen a gyerekkel foglalkozni. Tehát az, hogy az életkornak megfelelően mondjuk 3 év alatt naponta 1-2 percre kap digitális eszközt,
ettől olyan nagy baja nem lesz. Meg 3 éves kortól, 7 éves korig, mit tudom, ott megnézünk vele közösen egy mesét. De ez ne azt jelentse, hogy cserébe viszont nem megyünk ki vele az udvarra focizni, vagy nem megyünk el kirándulni, vagy nem beszélgetünk, vagy nem társasjátékozunk. Tehát, hogy adok-kapok van mindenben, 21. században élünk, mindenki digitális, azért valljuk be, a Covid alatt rengeteg családban úgy tartották a kapcsolatot a nagyszülő és az unoka között, hogy digitális eszközt használtunk. Szóval nem nagyon tudott kikerülni, és pont ez az ítéletalkotás van bennünk, emiatt a bizonytalanság miatt, hogy nem tudjuk, hogy mit csinálunk, hogyha valaki odaadja a gyereknek a mobiltelefont, akkor ez csak bajt csinálhat. Nem tudjuk, mi a jövő. Nagy valószínűség a jövőnek jelentős szerves része lesz a digitális eszközpark. Tehát erre föl kell készíteni a gyerekeket, de nem átesni a ló másik oldalára. Tehát itt is megtalálni azt, hogy hogyan tudunk a ló közepére ülni, de ehhez a felnőtt társadalomnak kellene megtanulnia azt, hogy mit jelent ez a digitális tér. És mi magunk se tudjuk. Hát igen, nincs kitől megtanulni nincs. Nagyjából. Tehát, hogy... Nincs minta? Igen. Nincs minta. Mi vagyunk az első digitális szülők. Hát honnan, hova nyúljak vissza, hogy ezt hogy kell csinálni, meg hogy ki ad ebbe segítséget, a nagyszülő, a digitális nagyszülő, aki ugye lekapcsolják 7 órára a legnagyobb social media platformot, és az a 65 év feletti magyar lakosság fele vezetékes telefonhoz nyúlt, meg kétségbe esett, hogy most mi történik. Tehát nem a fiatalokat érintette váratlanul azok, mert azok átpártoltak olyan social media platformra, aminek a nevét sem tudom kimondani, mert pontosan tudták, hogy hova kell menni. Mi öregek akadtunk ki, hogy úristen, most akkor mi fog velünk történni, mert ugye ez nem szoktunk hozzá. Jó, de ez innentől kezdve, hogyha tovább gondolom, és ugye szóba hoztad a jövőt, akkor valahol felelősségünk, hogy a gyerekeinket készítsük valahogy a jövőre, amiről nincsen mondjuk laikusként se fogalmunk, meg azért nagyon sok mindenkinek nincsen fogalma arról, hogy mi vár, de mégis, hogyha mondjuk 10-20 évre kitekintünk, akkor szerinted ebből a 6 generációból, kiknek lesz a legjobb dolga? Tehát, hogy a kondíciók alapján, ahogy ők szocializálódtak, ki tud majd legjobban alkalmazkodni ahhoz, amiről fogalmunk nincs, hogy mi? Ha nagyon csúnya akarok először lenni, akkor annak lesz jó dolga, aki megéri. Hát bízunk benne, most, hogy leszünk egy páron. Tehát, és hogy... most ugye azért látjuk, hogy olyan dolgok jönnek be az életünkbe, ami engem megdöbbent. Tehát, hogy én azt gondoltam, mit tudom, 1980-ban, 6-8-10 évesen, hogy már 2000-ben, hát itt valami olyan csodálatos dolgok lesznek. Hát ugye megnéztük azokat a Vissza a jövőbe, meg mindenfajta olyan filmeket, ami alapján olyan képzeteim voltak 2000-ről, hogy ott minden csodálatos lesz, meg minden tökéletes. És ehhez képest egy felső légúti betegség miatt maszkban járunk, meg oltakozunk, meg rettegünk, meg félünk, meg bezárkózunk. Szóval olyan szürreális dolgokkal tapasztalunk, és nagy valószínűséggel, legalábbis ezt mondják a jövőkutatók, egyre több ilyen dolog kerül be az életünkbe. Egyre több olyan dolog kerül be az életünkbe, ami kiszámíthatatlan, ami elképzelhetetlen. És nyilván mindenki a saját tapasztalata alapján próbál valahogy ebben támpontot vagy kapaszkodót találni. És ugye ez is saját magunkból indul ki, mert azt, amit megéltél gyerekkorban, azt valóságosnak hiszen megélted, hiszen veled is így történt. És emiatt okoz nagyon sokszor például problémát iskolákkal, ahol dolgozom, pedagógusokkal vagy szülőkkel, hogy mit tanítsunk a gyerekeknek az iskolában ahhoz, hogy sikeresek legyenek a 21. században. Mert hogy a szülők meg a pedagógusok jelentős többsége is azt mondja, hogy nézd meg, ahogy mi tanultuk a 80-as években, az hova vezetett? Ügyvéd lettem, orvos lettem, mérnök lettem, ergo amit és ahogy tanultunk, az az egyenes út a sikerhez, a gyereknek is ezt kell csinálnia, hiszen akkor belőle is orvos lesz, meg ügyvéd lesz, meg mérnök lesz. Az egy más kérdés, hogy az összes jövőkutató azt mondja, hogy a jelenlegi szakmáknak körülbelül a 45-50%-a 15-20 év múlva már nem lesz. Mert egyszerűen megszűnnek ezek a szakmák, ugye a könyvelő, a könyvtáros, a festő, az ács, tehát csomó olyan fizikai vagy szellemi munka van, ami nagy valószínűséggel 15-20 év múlva nem lesz, amikor a mi gyerekeink elmennek majd a munkaerőpiacra. Hát ugye a mesterséges intelligencia, a robotizáció gyakorlatilag ki tudja váltani. Így van, így van. Plusz ugye annyira kevesen leszünk emberszámba is, hogy ki kell találni olyan megoldásokat. Mi az, hogy annyira kevesen leszünk emberszámban? Itt a fejlett világban, vagy a nyugat-európai országokban olyan szinten csökken a lélekszám, hogy a munkaerőpiacon nagyon-nagyon kevesen lesznek majd jelen. Tehát az aktív népesség, aki el tudja tartani az országot gazdaságilag, vagy aki tud dolgozni, annak a létszáma folyamatosan és drasztikusan csökken.
Most, hogyha azt nézzük, hogy jelenleg Magyarországon például milyen arányok vannak, nagyjából minden nap kettőször annyian mennek nyugdíjba, mint amennyien bejönnek a munkaerőpiacra. Mert darabszámban annyival több baby boomer van, mint Z-generációs. Uh-huh. Tehát, hogy nincs meg az utánpótlása. És nyilván ezt valahogy ki kell pótolni, vagy ki kell majd kerülni, hogy ne kerüljünk ebbe a szituációba bele, és ezért most rengeteg olyan kutatás zajlik, meg rengeteg olyan fejlesztés zajlik, ahol például az egészségügyben a humán erőforrást valahogy lehet helyettesíteni. Az otthonában egyre tovább élünk. Ugye a várható élettartama egy ma született magyar kislánynak 50% eséllyel 90 év felett lesz. Tehát, hogy hála a jó Istennek egy olyan időszakban élünk a világban először, amikor megérhetjük akár a 100 évet is, de emiatt az ápolás, az otthonápolásnak egy nagyon erős jövője lesz majd, mit tudom, 30-40 év múlva, de hogyha nem lesz ember darab, aki ezt meg tudja oldani, akkor ezt majd robotikával kell megoldani. Már most készülünk erre, hogy ezt hogyan lehet kicserélni. Tehát, hogy egy csomó olyan folyamat zajlik, ami abba az irányba megy, hogy a humán tőke, a humán erőforrás helyett valamilyen más megoldást találjunk. Na akkor mit tanítsunk a gyereknek, hogy mi legyen az nyelveket? Ugye? De milyen nyelvet? Az angolt, az oroszt, a kínait, a vallont, milyen nyelv lesz az, ami majd jó lesz? Ugye mi orosz tanultunk 30 évvel ezelőtt, lehet, hogy jobban oda kellett volna figyelni, mert most hasznos lenne, de néhány évvel ezelőtt nem volt annyira hasznos. Hát, szóval, de erre meg mondják egy csomó, hogy minek kell már nyelveket tanulni, itt vannak az applikációk, valós időben gyakorlatilag lefordítja neked azt, amit éppen a veled szemben ülő mond. Így van, tehát, hogy lesz egy olyan nagyon nagy tömeg, ami nem fogja értelmezni azt, hogy miért kellene nyelvet tanulni, és lesz egy kisebbség, aki nagyon jól fog tudni nyelveket érteni és beszélni, és ő fogja majd programozni ezeket, és lesz egy akkora gap és leszakadás értelemben is, felfogó képességben és a munkaerő világában is, ami most még elképzelhetetlen szakadék a társadalmon belül, olvasás, tehát hogy ki fog tudni olvasni, ki fog tudni kézzel írni, ki fog tudni beszélni, tehát hogy olyan dolgok is elképzelhetőek a jelen pillanatban, ami még nagyon-nagyon távol áll a mostani ember gondolkodásától. Na, és akkor ebből kiindulva azt gondolom, hogy a 21. századnak az egyik legfontosabb képessége, amire meg kellene tanítani a gyerekeinket, az az önismeret. Mert hogy az az egyik olyan stabil pont, egy olyan belső erőforrás, hogyha olyan dolgok történnek veled, amire nem tudod felkészíteni az anyád, az apád, a társadalom, az iskola, akkor van egy belső stabilitásod, hogy akkor te magadra tudsz támaszkodni. De hogy tudunk önismeretet tanítani a gyerekeinknek? Hát nyilván úgy, hogyha először a szülő kezdi el az anyuka, az apuka a saját önismeretét, és az alapján mintát mutatni a gyerekeinek. Nyilván ez nagyon távol van attól az iskolai tanulási stílustól, hogy akkor de ebből hogy lesz mérnök ebből a gyerekből. Nem ez a jövő. Tehát nem most per pillanat a jelenlegi tudásunk alapján azt lehet mondani, hogy nem ez az elsődleges dolog, hogy ilyen dolgokat tanuljon a gyerek. Nyilván kell a lexikális tudás, nyilván kellenek az alapműveltségi történetek, nyilván jó, hogyha nyelveket tanul, de hogy annyi minden változik, és annyi minden van benne az élettérbe, hogy egy ilyen podcast beszélgetés, ahhoz nagyon kevés, hogy ezt teljesen. Igen, csak ugye ez azért, amiket mondasz, arról is szól, hogy a jelenlegi iskolai rendszer, ez az oktatási rendszer, amiben most tanulnak a fiatalok, ez azért nem a 21. századi készségeket próbálja fejleszteni, hát hol van idő, meg lehetőség. Nem lep meg. Nem, na jó, csak azért mondom, de hol van arra idő, meg lehetőség, hogy mondjuk iskolai kereteken belül legyen az önismerettel való foglalkozás? Nem nagyon van. Ebben nem értek egyet, szerintem lenne helye is, meg lenne ideje is, hogyha erre volna lehetőség, mód, vagy volnának olyan pedagógusok, vagy olyan kócsok, vagy olyan trénerek, akik iskolai körülmények között ezt meg tudnák oldani. Ez minden további nélkül. Hát, hogy egy csomó olyan tantárgyat erőltetünk a gyerekekre, aminek azért valljuk be hosszú távon nincs annyira nagyon-nagyon nagy haszna. Ez mindenki személyes, tehát én alapból közgazdász végzettségű vagyok, és utána kezdtem el más irányba fejleszteni magamat, de hogy nem voltak olyan jellegű erősségeim, hogy mondjuk a kémiát annyira nagyon értettem volna, hogy mi véget van a világon, és a mai napig... Ezzel kezet foghatunk. Az a mai napig, hogy viszonylag ritkán kötök kovalens otthon, tehát hogy azokat a dolgokat nagyon erősen lenyomni a gyerekek torkán, ami a 21. században...
lehet, hogy egy élményoktatással sokkal könnyebben, egy YouTube videóval, vagy audiovizuális módon sokkal könnyebben át lehetne adni, és mellette olyan dolgot bevinni az offline oktatásba, vagy a napi szintű oktatásba, ami a jövő szempontjából fontos lenne. Én ezt gondolom, hogy elférne, csak most még nincs meg az erre vonatkozó. Nem az akarat nincsen meg, az nem jó szó, hogy nincs meg ennek a tere, vagy a helye, vagy a lelkülete, hogy ezt mondjuk egy NAT-ba bele lehetne vinni, és ezzel nem ítéletet alkotva a NAT fölött, hanem hogy annak van egyfajta szellemisége, meg elképzelése, és még szerintem a szülők sem hiszem, hogy azt mondanák, hogy ennek van helye. Hát pontosabban vannak olyan szülők, akik azt mondanák, hogy van helye, és vannak olyanok, akik meg nem, és akkor az mégis csak egy ilyen általános dolog, de azért arra a kérdésre még nem válaszoltál, hogy most mindezt figyelembe véve, és bízunk benne, hogy megérjük, és akár még annak is van komoly esélye, hogy a baby boomerek is megélik. Melyik az a generáció, amelyiknek mindenkinek kell valamilyen értelemben tartani, hogy mi lesz, és hogy arra tudunk-e megfelel reagálni, de hogy akinek tényleg úgy azt érzed, hogy van esélye adaptálódni az új helyzetekhez, amiről most fogalmunk nincs, hogy milyen lesz? Azt hiszem, a Rab Árpád mondta jövőkutató valamelyik interjújában, hogy a jövőnek a, és erre utaltál az előbb, hogy a jövőnek az egyik legnagyobb története, hogy a közeli szomszédokkal, tehát hogy azok a kis csoportok, amik egymás mellett élnek, ők fogjanak össze egymással, mert itt kialakulnak olyan entitások, ilyen kis csoportok, akik mondjuk be tudnak egymásnak segíteni. Neked olajkályhád van, akkor majd ott összegyűlünk, ha nem lesz gáz meg villany, neked kandallod, akkor majd, hogyha fa lesz, akkor ott gyűlünk össze, és akkor így lehet kapcsolódni egymáshoz. Tehát, hogyha megtaláljuk azokat a belső erőforrásait ezeknek a csoportok egyes tagjainak, hogy mi a túlélésnek az alapja, és nem azt keressük, hogy mindig és mindenkor mondjuk a legfiatalabbakra akarunk hasonlítani, mert az a divat, akkor úgy meg fogja találni az összes generáció. Csak ehhez megint az önismeret az első lépés, hogy minden generációban élő ember tudja, hogy mi az ő saját erőforrása. Egyéni erőforrása is, meg generációs erőforrása is. A veteránok és a baby boomerek egyik erőforrása például az, hogy iszonyatosan módon tudnak spájzolni és takarékoskodni. Ezt egyik másik generáció se tudja, mert hogy soha nem volt erre szükségünk. Tehát az, hogy én bemegyek anyukámék kamrájába, és találok 2008-as lekvárt, amivel már szöget lehet bevenni a falba, és ki akarom dobni, és anyukám pánikrohamot kap, hogy ez még jó lesz valamire, el nem tudom képzelni, hogy mire lesz jó, de hogy egyszerűen tényleg jó lesz valamire. És hogy ez egy olyan erőforrás, ami biztos, hogy a nélkülözés időszakában alakult ki, és hogy van egy mögött egy olyan tapasztalás és olyan tudás, hogy a nélkülözésre fel kell készülni minden egyes pillanatban. Ezt mi nem tudjuk, mert hogy erre nem volt szerencsére szükségünk. Ez a veterán baby boomeré. Az X generációnak az erőforrás, a generációs erőforrása pont a kulcsos gyerekségben rejlik. Tehát, hogy mi vagyunk talán az utolsó generáció, akinek volt egy offline networking kapcsolódása, tehát hogy mindent egymástól tanultunk meg. Ha leesett a biciklilánc a bicikliről, akkor a haverok mutatták, hogy kell felrakni. Hogyha el kellett bújni anyád elől, mert kiabált a teraszról, akkor elbújtattak a többiek. Tehát olyan mértékben meg tudunk bízni egymásban, tudunk egymásra kapcsolódni, ami egy híd lehet a fiatalabbak és a mi generációnk esetében. Az Y és az Z generáció, meg az alfa generáció viszont meg már belenőtt és bele felnőttesedett abba a digitális térbe, ami alapján ugye megváltozott az agyi működésük, és nem egy bal agyfélteke fókuszú, hanem egy kiegyensúlyozott bal és jobb agyfélteke fókuszú gondolkodás mondjuk van, ami nem egy mélységi tudás, hanem egy felszíni tudás. Az nem felszínest jelent, hanem felszíni. Mindenről tudni akarok valamennyit. És ez egy hihetetlen széles látókör bővítő tevékenység. Tehát, hogy sokkal több mindenhez értenek valamilyen módon, mint a régi kori ember, aki egy dologhoz értett, de ahhoz nagyon. És például abban a szituációban, vagy abban az életben, ami majd remélem nem fog megtörténni, de hogy vár ránk, ott majd kellenek ezek a nagyon gyors ötletelések, a nagyon gyors reagálások, hogy csináljunk valamit, ne az, amit mi csinálunk, hogy üljünk le, gondoljuk végig, nézzük meg, hogy hol lehetnek veszteségek, hol történhet velünk baj, mert hogy nem lesz rá idő, hanem azonnal dönteni kell, és ki kell próbálni, maximum történik valami, akkor majd visszalépünk kettőt, és megyünk. De ez a bátorság, ez az újítás, ez pont ezekben az új generációkban van meg. Tehát, hogyha az összes generációval kapcsolatosan rájövünk, hogy mik
a generációs tapasztalások és erőforrások az egyéni erőforrások mellett, és ezt a többi generáció tagja is elfogadja, és azt mondja, hogy igen, tényleg támaszkodhatok az öregek tudására, vagy mi idősek azt mondjuk, hogy tényleg támaszkodhatunk a fiatalok tudására, és hajlandó vagyok nyitni feléjük, hajlandó vagyok meghallgatni a ti tanácsotokat, akkor lesz ez a híd felépítve, akkor lesznek pilléreinek a hídnak, és akkor fogunk tudni szerintem belemenni ebbe a még nem tudni milyen világba. Úgy, de akkor magyarul ez azt jelenti, és ez egy kicsit ellentmond a te könyvednek, a generációk harcának, hogy itt... A könyvnek nem csak a címének. Már hogy a címének, igen. Tehát hogy ugye akkor nem harcolni kell, vagy lenézni adott esetben, vagy előítéletesnek igen. lenni azokkal, akik nem olyanok, mint mi, hanem megtalálni azt, és akkor ez visszatérünk egy kicsit Csányi Vilmoshoz, hogy mégis ebben az értelemben egy közösség nyitás, meg egy közösségépítés lehet a közös jövőnek az áloga. Így van. Ugye a generációk harca cím, az egyrészt nem én adtam, hanem a kiadó, tehát hogy ezt megengedték, hogy ezt elpanaszkodhatom mindenhol. Igen, tehát, hogy ez volt a deal, hogy nem én adtam ezt a könyvcímet, viszont cserébe azt mondták, hogy elmondhatom, hogy nem én adtam, mert hogy mindenről szól a könyv, csak harcról nem. De hogy a generációk harca utalhat erre a bezzeg a mi időnkben jellegű történetre, és hogy az egész könyv is arról szól, hogy a megértés az alapja a kapcsolódásnak. Tehát akkor fogunk tudni a Csányi Vilmosi értelemben vett összefogásra és kapcsolódásra, hogyha túllépünk a meg nem értettségen, túllépünk azon, hogy fújunk egymásra és köpködünk a másikra, hogy miért nem azt csinálja, amit én is csináltam fiatalon vagy gyerekkorban, vagy az öregek miért nem azt csinálják, amit most kellene csinálni, ezen túllépünk, megértjük, hogy mindenkinek más gyerekkori élménytartománya van, mindenkinek más földi igazsága van, ettől függetlenül ugyanolyan ember, mint én vagyok. Csak a földdel való tapasztalata más. Ez is értékes, meg az is értékes. Nincs értékesebb generáció a másiknál, és nincs értéktelenebb generáció sem a másiknál. Csak nem értjük meg. És hogyha megvannak ezek a megértések, megvan az aha élmény, hogy ja, most már értem, hogy miért úgy működik a gyerekem, ja, most már értem, hogy miért úgy működik a nagymama, miért akar minden vasárnap rántott húst petrezselymes burgonyával, mert mindenhol a biztonságot keresi. Miért akar a gyerek messengeren beszélni a barátaival? Azért, mert kortársorientált, és négy fal között szorítottuk az egész életünket, és a máshogy nem tud kapcsolni a kortársaihoz. Ilyen apró dolgokat, ha megértünk, akkor nem haragudni fogunk a másikra, hanem össze tudunk fogni, és akkor belemegyünk abba, ami vár ránk. Ugye az én kislányom mondjuk például, hogy a Z-generáció sokáig nem tudta megérteni, hogy én miért folyatom a vizet fogmosás közben, de már nem folyatom, mert például, ha valami harc, akkor, tehát hogyha valahol azt lehet látni, hogy mégiscsak van valami harc, akkor talán pont ez a rész, hogy a fiatalabbak, mondjuk azt, hogy környezettudatosabbak, vagy jobban féltik a föld jövőjét, és ez talán visszautal arra, amit mondtál, hogy amikor a szelektív hulladékgyűjtés, vagy nem is tudom, valahogy a személygyűjtéssel kapcsolatban mondtad, hogy ezért nem foglalkoztunk vele, mert azt gondoltuk, hogy ez a közösség dolga is, nem egyéni. Igen. Most már ez náluk nem így van? És ugye folyamatosan, hogy akkor hogy marad fenn a föl, legyél fenntartható, tehát dobálóznak ők igen. is, meg nagyon sok mindenki azzal a kifejezéssel, hogy fenntarthatóság, akármit is jelentsen ez, mert szerintem nem tudom, hogy én azt gondolom, hogy erre egy igazi, valódi definíció nagyon kevés helyen van. Hát meg ha lehet, hogy van definíció, de el van rejtve valamilyen nagy könyvbe. Ugye most volt nem olyan régen egy nagy kutatásunk, ahol a fenntarthatóságot néztük meg generációs szempontból, és tulajdonképpen az jött vissza, hogy a hétköznapi embernek ez a fogalom, ez üres. Vagy nem is biztos, hogy üres, hanem hogy saját maga tölti fel gondolatokkal. És hogyha az egyéni érdek egy én központú világba, az egyéni érdek bekerül a történetbe, akkor már kiderül, hogy szinte mindenki fenntartható a maga módján. Mert egy veterán baby boomer megint úgy éli a fenntarthatóságot, hogy a saját maga tapasztalatát viszi be. Például komposztál. De nem azért komposztál, hogy fenntartható legyen a világ, hanem ehhez szokott hozzá, hogy neki ez az alapélménye. Nem használ annyi vizet, nem használ annyi áramot. Nem azért, mert fenntarthatóan akar élni, hanem mert takarékoskodik, mert spórol, mert ez volt a gyerekkori tapasztalata. Ezzel szemben nem biztos, hogy napelemeket fog felszerelni a háza tetejére, mert 70 évesen nem az a hívószó neki, hogy napelemeket rakjon föl, mert lehet, hogy nem is feltétlenül érti, hogy az mire jó, vagy mire nem jó. Ezzel szemben mondjuk a mi generációnk
elfogadja, hogy szelektíven kell hulladékot gyűjteni, gyűjti is, hogyha ott van a háza előtt a szelektív kuka, de hogyha alébb toljuk 15 méterrel, akkor már nem fogja gyűjteni szelektíven, mert hogy ki kell lépni a komfortzónájából, és az már ahhoz túl kényelmesek vagyunk, mi X generációsok. De a mi esetünkben, az X-esek esetében is meg lehet találni azt, hogy a fenntarthatóság például a villanyszámla csökkentésével megoldható, ha lecseréled a villanykörtét otthon energiatakarékosra, mert az már egy egyéni érdek. Na ezzel szemben a lányod, meg az ő egész generációja már a vérében érzi azt, hogy ebből baj lehet, hogyha nem él fenntarthatóan. Mert hogy mire 20, 25, 30, 40 éves lesz, olyan hírek vannak, hogy drasztikusan megváltozik a földi lét. Szüljön-e ide gyereket? Legyen-e ide családja? Tehát megmeri azt most, bemeri azt tervezni az életébe, hogy neki lesznek gyerekei olyan világon, ahol nem tudjuk, hogy lesz-e levegő, lesz-e víz, hogy fog sütni a nap, stb. Tehát tele van bizonytalansággal. Soha senkinek nem kellett ilyen bizonytalan gyerekkort megélnie ilyen szempontból, a jövő szempontjában, mint most nekik. Talán a veteránok voltak az utolsók a világháborúban. Hát, és egyébként ehhez még rájött a pandémia, ami és meg aztán felborított mindent. Hát, de még akkor mondok másokat, hogy jön a férfi-női szerepek megváltozása, hogy én milyen nemű vagyok, melyik nemhez tartozom. Egy olyan országban, ahol néhány évtized ezelőtt még olyan mondások voltak, hogy a pénz számolva az asszony pont-pontot is nem mondjuk ki, mert hogy ugye ma már ezt nem lehet tanítani, ezt a mondást, de azért ez egy olyan közmondás volt, ami a kultúránk szerves része. Népmesék. Olyan népmeséink vannak, ami egyértelműen szétválasztja a férfit és a nőt. Nagypapám még falujában két nem volt, az ember meg az asszony. És nem azért, mert rossz indulak voltak, ez volt a kultúra szerves része. Ehhez képest ők már egy olyan gyerekkorban élnek, ahol lehet arról beszélni, hogy női vezető, hogy női egyenjogúság, hogy férfi-női viszony, stb. Tehát, hogy ott is van egy olyan, de ezt is támadják, tehát ott is van egy olyan, hogy ő most nem tudja ez az égenerációs saját magát definiálni abból a szempontból, hogy most melyik irányba induljon el, hogy egyértelműen azt tudja mondani, hogy a férfiak a hordják a nadrágot, tehát ilyet nem mondunk a mai világban már. Tehát, hogy nagyon sok bizonytalanság van. Önmaga definiálása, a világ definiálása, a jövője definiálása szempontjából, és ehhez nem adunk segítséget. Ehhez a felnőtt társadalom nem tud, mert nincsen hozzá mintája, nem tud segítséget adni, és nagyon sokszor nem is akar, mert hogy csak rövid távban tudunk gondolkodni ilyen dolgokban. Hát meg ahogy fogalmaztál, és azt szerintem egy nagyon plasztikus kép, hogy igen, ha már 15 méterrel arrébb van a szelektív hulladékgyűjtő, nem viszed oda, mert a saját kényelmet többet jelent neked annál. Igen. De hogy ez is eszembe jutott, hogy ugye mi hogy szocializálottunk, miről szól a világ fejlődése, hogyan növeld a gazdaságot, fogyasztás alapú társadalom, miről szól a gyerekeknek mostanában, jó, hogy megveszik, és mindig félve mondom a kütyüt, mert egyszer beszélgettem a Meskó Bertalannal, aki ugye a kütyütő rohamot kap, hogy ez, de hát a köznyelben így használjuk ezeket a különböző digitális eszközöket, de hogy már ők nem akarnak annyi ruhát, nem akarnak cipőt, mert azzal is azt gondolják, hogy ártunk a földnek. Na de mi úgy szocializálottunk, hogy mindennek a motorja a fogyasztás, tehát attól lesz majd növekedés, meg a... Tehát hát a mi generációnk, mert mi éltük meg ugye Magyarországon a rendszerváltás időszakát, az X generáció, meg a fiatalabb baby boomerek azok, akik 90-es években megélték azt, hogy nagyon sok munkával és nagyon sok tanulással sokkal többet tudsz keresni, mint a szüleid, és sokkal több lehetőséged van, mint a szüleik. Mi, tényleg ez a generáció rengeteget dolgozott azért, hogy sikeres élete legyen. És most azt mondják, hogy gyerekek, ezt abba kellene hagyni. Ez fáj. Tehát, hogy ez lehet, hogy igaz, de hogyha a fiatalok is túllépnek ezen, és megértik, hogy a szüleik mind mentek keresztül mondjuk a 90-es években, meg a 2000-es években, akkor lehet, hogy egy picit megértik, hogy a mostani 40-eseknek ez borzalmasan fáj, hogyha azt mondják, hogy ezt hagyják abba. Hát mi dolgoztunk meg ezért? Hát ez a mi Magyarországunk, ez a mi életünk, a mi világunk, hogy már nem piros és kék útlevél van, hanem bármikor kimehetsz, és ott van a zsebedben a mobiltelefon, amiben benne van a kártya, és, vagy a bankkártya, és nem kell valamelyik arabnál valutát váltani a skálametró bejáratánál, mert stb. Tehát, hogy ezek a küzdelmek, ami a mi fiatalkorunk, ezeknek az eredménye az, ahol most tartunk, és most arról vitatkozunk, vagy arról szólnak a földtörténeti dolgok, hogy ezt most pikpak abba kellene hagyni. Logikusan azt lehetne mondani, hogy igen, abba kellene hagyni. Hogyha pszichésen nézzük, ez nagyon nehéz. De azon gondolkozom, hogy meg tudják-e érteni, mert azt mondod, hogy ha megértenék, hát ugye előfogalmaztál úgy, hogy
nagyon nehéz megmagyarázni, mert az ő gyerekkori valósága az olyan szinten távol van a mi gyerekkori valóságunktól, hogy én hiába magyarázok, az neki pont ugyanannyit ér, mint hogyha Ádám Éváról mesélgetnék, hogy akkor mi volt ott a paradicsomban. De vice versa is. Tehát, hogy a fiatalokat se értjük meg. Azt sem értjük meg nagyon sokszor. Nézzük meg a politikusokat. Tehát most tök mindegy, hogy bal vagy jobb oldal, most nem pártpolitikai szempontból. Nemrég volt egy klímakonferencia, ahova nagy döntéshozók 400 darab magángéppel repültek el, és az lett a klímakonferencia eredménye, hogy kiadtak egy hatoldalas összefoglalót. Most ez, legyünk őszinték, tehát ez melyik fiatal fogja azt mondani, hogy hurrá, akkor jó irányba haladnak a dolgok. És miközben ő tényleg attól fél, hogy ide szüljön gyereket, hogy milyen karrierje lesz, hogy lesz-e olyan háza, mint a szüleinek volt. Tehát az első olyan generációról beszélünk, akinek a világ történelemben az első olyan generációról beszélünk, aki nagy valószínűséggel rosszabbul fog élni, mint a szülei. Soha nem volt ilyen. Eddig mindig az volt, hogy a következő generáció mindig egy picit jobban élt, egy picit legalább jobban élt. Ők nagy valószínűséggel rosszabbul fognak élni. Mit tesz az, hogy rosszabbul? Tehát, hogy milyen értelemben rosszabbul? Lehetőségek tárházával, egészségügyileg, bármilyen szinten. Tehát már most tudjuk azt, hogy például az Z-generáció vagyoni helyzete, az körülbelül 25-30%-kal rosszabb, mint ami a mi vagyoni helyzetünk volt akkor, amikor annyi idősek voltunk, mint most ők. Tehát a 80-as, 90-es években, amikor én voltam, vagy 2000-es években, amikor én voltam 25 éves, a reál értékben az akkori vagyoni helyzetem, az kb. 30%-kal jobb volt átlagosan, mint a mostani 25 éveseknek a vagyoni helyzete. El vannak adósodva, diákhitellel, sokkal-sokkal magasabb arányaiban egy lakásvásárlása, egy albérletbe menni, a mindennapi élet, a közlekedés, tehát minden annyira megváltozott, hogy egész egyszerűen nem tudják megalapozni azt a biztonsági életet anyagi szempontból, amit az előző generációk meg tudtak alapozni. Országra érvényes? Nem, ez globálisan is? Igen, ezek globális folyamatok. Ugye vannak maga a generációhoz való tartozás, ez egy lokális történet, mert nagyon erősen kultúra és történelem függő, de ezek a globális folyamatok, amik kihatnak az ő életükre, a fiatal generációk életére, ezek nagyon erősen globális hatások. Mint ahogy most már minden globális lesz, tehát annyira össze vagyunk kötve a digitalizáció hatására, hogy egy világjárvány szemben mondjuk a pestis időszakával, ami néhány évtized alatt jutott el az Európa egyik sarkából a másikba, most egy koronavírus az 3 perc alatt jutott el Kínából Milánóba. Tehát, hogy nincs tér és idő. Feloszlott azzal, hogy digitális világban élünk, nincs tér és idő, semminek nincsen korlátja. Ezek a trendek, ezek a folyamatok, ezek egyre inkább fognak mindenkit egyéni szinten érinteni. És itt kapcsolódik megint össze a közösség és az egyén. Tehát akkor fognak a közösségek működni, hogyha az egyén érdeke alapján ezt össze lehet kötni, és az egyén akkor fog a közösséghez tartozni, hogyha megtalálja a saját érdekét is. Ez nagyon szép zárszó lett volna, és szívem szerint már majdnem mondtam volna azt, hogy köszönöm szépen a beszélgetést, amit nagyon élveztem. De azért egy dolog foglalkoztatott, mert ezért ezt a műsort nagyon sokszor döntéshozók, vállalatvezetők is nézik. És azért, amiről beszélgetünk, az nagyon nagyban érinti, hogy hogyan tudod vezetni a különböző generációkat, hogyan tudsz hatni azokra a generációkra, akikre azt mondod most, hogy egyébként rosszabb helyzetben vannak, tehát akár dolgozhatnának is azért, hogy jobb helyzetben legyenek, magasabb fizetés, a többi, de elutasítanak bizonyos értelemben dolgokat, mert azzal ott jön a környezetszennyezés, tehát hogy van egy ilyen, gondolom a fejekben is egy mix, egy katyvasz, hogy akkor most mit lehet kezdeni az életünkkel, hogyan tudunk csatlakozni, de hogy lehet őket vezetni? Ez megint egy egész podcast adásában, és próbálom gyorsan itt összefoglalni, pláne a végén, hogy minket, az X-generációt úgy neveltek föl a szüleink, hogy nekünk legalább könnyebb legyen az életünk, nekünk jobb legyen. Édes kislányom, apád, anyád azért dolgozik helyetted, hogy te csak tanulj, ez az egy dolgod van, nem tudom, hogy mondták ezt neked, egy dolgod van, hogy tanulj, mi azért dolgozunk, hogy többre vidd. Tehát volt egy nagyon erős olyan elvárás velünk szembe, ami egy ilyen nagyon erős anyagi sikernek az elvárása. Na, mi már nem ezt adjuk tovább a gyerekeinknek. Ez alapértékként tekintjük, hogy a szülő azért, hogy a gyereknek könnyebb legyen, tehát ezt már nem mondjuk, mi azt mondjuk, hogy te boldogabb legyél. Hogy a te életed már tanulj anyád, apád hibájából, ne kövesd el ugyanezt, ne dolgozd halálra magadat, sokkal kevesebbet dolgoz, élj, de amikor dolgozol, azért kérd meg az árát. Na de ha minden szülő ezt mondja a gyerekeinek, akkor a munkahelyen ezzel fogunk találkozni, hogy egyre nagyobb arányban fogjuk így jönni a fiatal munkavállalók, mert ezt tanulták.
Ezt tanította a szülő, ezt tanították a munkaadó szülők is, meg a főnök szülők is. Csak ők azt gondolják, hogy a saját gyereküknek tanították, és a többi gyereknek nem ezt tanították, pedig nem így van. Tehát döbbenetes, hogy az összes szülő ezt tanítja. Tehát, hogy át kell húzalozni a munkaerő világát, újra kell húzni azt, hogy mit jelent az, hogy munkavállaló és munkaadói kapcsolat. Mert nem munkavállalók lesznek, hanem userek, felhasználói a munkahelynek. És az egy nagyon-nagyon más szerepkör, hogyha én user vagyok, és nem munkavállaló. A munkavállaló egy aláfölé rendeltségi viszonyt jelent. A user az egy mellé rendelt viszonyt jelent. Mit tudok kivenni a munkahelyi kapcsolatomból, hogyha én itt dolgozok veletek? Egyéni hasznosság szempontjából. Tehát azt megtalálni, hogy én, mint vezető, mit tudok adni a munkavállalomnak azért, hogy ő megtalálja a helyét, és nem fordítva. És mindez mögött még az is van, hogy megváltoztak az apai szerepek. Ugye a vezető az mindig apai szerepeket tölt be. A 20. századi apa poroszos, hierarchikus volt. Milyen volt a 20. századi vezető? Marha nagy asztal mögött ült, minél nagyobb vezető volt, annál nagyobb asztal mögött ült, távol a munkavállalótól, mint ahogy az apa is a családi asztalnál. A 21. századi apa az egy mentorapa, egy haverapa, egy érzelmi tagja a családnak. Na, ilyen a 21. századi vezető, és ezt várják el a 21. századi vezetőtől, hogy egy mentorvezető legyen, egy humanisztikus kapcsolódó valaki, és nem szakértő, nem szakember, mert a szakmai dolgokat bármikor megtalálom a mobiltelefonomon. Nem ezt keresem a vezetőben. És ez megint egy olyan dolog, ami nagyon-nagyon nehéz behozni a munkaerő világába. Ezt megtalálni saját magamnak, hogy hogyan leszek szakemberből humanisztikus vezető, hát az egy ember legyen a talpán, aki ezt megkapja. Főleg úgy, hogy mi nem úgy nőttünk fel. Tehát mi úgy nőttünk fel, hogy minket nem dicsértek. Ugye, hát az volt a motiváció, hogy ha 97%-os volt a matek dolgozatod, akkor miről beszélgetetek este? Miért nem 100? A hiányzó 3%-ról. Tehát ugye ez volt pontosabb, a dicsére. Most meg a gyerek 97%-ot hazahoz, kiteszed a Facebookra, hogy na ennél okosabb nincsen. Tehát más kaptunk, mások az erőforrásaink, mások a kapaszkodóink, és ugye ezt megtalálni, ez is önismeret, hogy ebben az új helyzetben hogyan tudod megtalálni az új önérvényesítési módjaidat, mint főnök és vezető. Ez egy jó kihívás. Nagyon örülök, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Én köszönöm szépen.